Kedves nézőink, megérkeztünk a településre, Kaposszekcsőre, és polgármester asszony rögtön egy feladatot is adott számomra, azt, hogy szerezzem be a mai ételünk egyik fő alapanyagát, a marhahúst, úgyhogy most ezért vagyunk itt Istvánéknál. Tartsanak velünk, köszöntöm Önöket, ez itt a Gasztro megye. Szia Zsófi, hello István! Szia! Sziasztok, hello, hello! Szia! Jó helyen járok, hogyha kiváló minőségű alapanyagot szeretnék, már marhahúst? Igen, jó helyen járok. Na, akkor jó, rendben van, fú, egy nagy kő esett le a szívemről, mert épp, hogy megérkeztünk Kaposszekcsőre, hívott polgármester asszony, hogy be kellene szerezni az alapanyagokat az ételünk elkészítéséhez, úgyhogy rögtön az első utam ide vezetett hozzá. Na, egyébként mivel foglalkozhatok éppen? Növénytermesztéssel és állattartással foglalkozunk. Húsmarha és szürkemarháink vannak. Uh-huh. Borjakat izlalunk és értékesítünk. No, jól van. És ezt mióta teszitek egyébként? Hát gazdaságunkhoz már 2006 óta szépen lassan fogozódik. Marhatartása 2015 óta foglalkozunk, és folyamatosan fejlődünk, és szaporítjuk az állományt. Na, szuper, jól van. Ő egyébként ilyen csendes megfigyelő, vagy nem tudom, hogy ő az, aki helyeselt itt végül is, hogy jókat mondtál István. Igen, igen, igen. Ilyen hidegben mit kell csinálni, vagy mit lehet csinálni? Pihenni. Pihenni? Na, ha az állatok ettek, és el vannak látva, akkor pihenni. Na, látod, erre nem lesz időnk, úgyhogy én is nagyon szívesen beszélgetnék még veletek, de sajnos tovább kell állnom, hogy a többi alapanyagot is beszerezzük, úgyhogy akkor, ha nem veszitek zokon, akkor szeretnénk jó kis marhahúst a mai ételünkhöz, amiből itt Kaposszekcsőn fogunk főzni. Rendben. Előre is köszönjük. Szia Bálint! Gyere, parancsolj! Jó, hát most már úgy be is jöttem amúgy, tehát teljesen mindegy. Figyelj, csak ott a benzinkútnál tudtam leállni, mert a polgi azt mondta, hogy ott kereslek, vagy ott találhatlak meg. Hirtelen azt hittem, hogy megkérhetlek, hogy 95-ösből tele kéne nyomni, mert egyébként necces volt, hogy ide jöttem. Ért fel a többihez. Tényleg? Így van. Na, Bálint, nagyszerű, figyelj, egyre jobban szeretem Kaposszekcsőt. Figyelj csak, beszerzési körúton vagyok, mert hogy egyébként az ételünk elkészítéséhez a marhahúst már beszereztük, de még látom zöldségek is szükségesek. Igen, készültem. A tavalyi termés. Komolyan? Igazából tökéletes lett, jó évjáratunk volt. Na, szuper. Itt háztájnál foglalkoztok vele egyébként? Így van. Na, és mióta? 6 éve csinálom, zárt kerteket művelek, igazából amik elhanyagoltak itt Kaposszekcsőn, azokat én igazából művelésbe fogom, mindenki jó jár, nem gazosodik, illetve művel van, tényleg tökéletes így az összhang. Nagyon szuper. Jó, hát Bálint, nagyon szépen köszönöm a stáb nemében is, meg akik a főzésnél részt vesznek. Kutyus, bírja még? Ó, bírja még. Jó, rendben van, mert egyébként nekünk meg tovább kell állni, nem azért, mert tartok a kutyáktól, na jó, egy kicsit, de egyébként tovább kell állnunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a felajánlásodat, további sok sikert, és hogyha elkészül az étel, akkor ígérem, hogy jelzünk felé is. Rendben, köszönöm szépen. Pláne, hogyha jó lesz. Biztos, hát, hogy az lesz. Hát milyen más lenne, hát helyi alapanyagokból, úgyhogy így van, jó lesz. Ebből csak tökéletesen. Akkor bízd rám, jó? És akkor ahogy ígértem, vagy ígérted egész pontosan, akkor visszamegyek, és akkor 95-ből teli. Jó, rendben, így van. Szuper, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Minden jó, szia. Hello. Szia Gábor! Szia Kálmán Gábor! Vizin Balázs, üdvözöllek, szia! Az a hír járja, hogy nálad mindent is lehet kapni. Nálam mindent lehet kapni. Tehát olyan termék nincs, amire azt mondjuk, hogy nem. Na. Minden áru be van szerezve. Nagyon jó. Úgyhogy nem tudsz olyat kérni, amit ne tudjunk adni majd. Szerintem nem is fogok olyat, egy összeállítás kellene nekünk, mert ugye a polgármester asszony nem bízta, hogy itt a főzés alapanyagait szedjem össze. Van már húsunk, van már zöldségünk, viszont tejtermékek, meg minden egyéb kellene, amit a főzéshez. Jó. Tudsz ebbe segíteni? Semmi akadály, valami listám is van, azt hiszem, hogy amit adhatok. Na. Jó, és jó, elő is lett készítve? Elő lett készítve, úgyhogy nagyjából szerintem összeszedtem a nagyját, de aztán
leegyeztetjük a dolgokat. Nagyon jó, figyelj csak, hogyha megkérem a polgármester, azt mondja, én beállnék falugondoknak is, mert ilyen szervezettség mellett tökéletesen lehet igen, dolgozni. Nagyon jó, összedolgozunk a polgármester asszonnyal, úgyhogy tökéletes a hangulat itt az faluban mindenhol. Én próbálom mindent teljesíteni a falunak a kéréseit, úgyhogy remélem, hogy a sikerül is, és meg vannak elégedve a vásárlók. Biztos vagyok benne, a Gastrom egyese csalatkozott benned, úgyhogy akkor köszönjük Gábor, akkor segíts nekünk légy szíves az anyagok összeállításában, jó? Jól van. Szia Zoltán, hello, hello! Üdvözöllek, szervusz! Szia, üdvözöllek! Köszönjük szépen az invitálást. Megérkeztünk hozzád is, vagy hozzátok egész pontosan. Hol vagyunk a gyáratokban éppen, mit látunk, milyen folyamat van? Mi egy gluténmentes élelmiszereket készítő kis családi vállalkozás vagyunk, összesen 20 főt foglalkoztatunk. A teljes gluténmentes ilyen alapanyag élelmiszer palettát le tudjuk fedni. A fő profilunk a száraz tészta, mint itt láthatod éppen a csomagolást, igen. De gyártunk gluténmentes ostját, lisztkeverékeket, zsemlét és kenyeret is, tészkenyeret is. Nagyon jó, megnyugtattam, vagy örömmel hallottam azt, hogy lisztet, illetve zsemlét is gyártatok, mert hogy egyébként minden alapanyagot beszereztünk már a mai főzéshez, leszámítva a szalvéta gombóc elengedhetetlen részét, ami a liszt, illetve a zsemle, ebben is akkor ezek szerint tudtok segíteni. A legjobb helyen jársz, igen. Természetesen adunk gluténmentes lisztkeveréket, illetve zsemlét is a zsemle gombóchoz. Nagyszerű. Hát akkor szerintem nézzük is meg, vagy vegyük is akkor magunkhoz, mert egyébként már réges-régen főzdünk ellene, úgyhogy megkérlek, hogy akkor legyél akkor a segítségünkre. Rendben, köszönjük. Kedves nézőink, kisvártatva megérkeztünk a konyhába, Tiborok társaságába, mert hogy ma velük fogunk főzni. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, Tibi bátyámat is. Biztos, hogy ma nem keverem össze a neveket, amúgy szoktam, ezt a stábtagok is meg tudják erősíteni. Mit fogunk készíteni, Tibor? Hát vadasmarhát fogunk készíteni. Na, ez jó hangzik. Már a szalvéta gombóccal. Aztán, hogy mi lesz belőle, azt majd meglátjuk. Na, ne szerénykedjél, tehát tudjuk, hogy szakmabeli vagy, ugye. Bár Tibi bátyám is szakmabeli, csak ő autószerelő. Tehát biztos, hogy jó kezekben leszünk ma itt az előkészítést illetően. Ha meg hazafele úton gond van, akkor Tibi bátyámra rácsörünk. Rendben van, nagyon szépen köszönjük. No, kérlek szépen Tibor, meséld el nekem, hogy mondd el légy szers, hogy hogy fogunk nekiállni az ételnek. Hát először a marhát le fogjuk pirítani zsiradékon. Jó. Aztán kivesszük. Hozzátesszük a zöldségeket, azokat is átpirítjuk, egy kis cukrot karamellizálunk hozzá, aztán minden mehet vissza az edénybe, felhúzzuk vízzel és készre pároljuk. Hát ez nagyon egyszerű. Elvileg igen. Tehát így gyakorlatilag összesűrítették 2,5 órát? Hát majd közel három. Közel? Hát közel három? Arra milyen régi. Ja? Vagy öreg. Úgyhogy... Hát, egyébként az, hogy parádés a hús, tehát ugye minden helyi alapanyagból igen, készült. Igen. Én már hozzátettem a főzéshez, jó? Tehát én beszereztem, én mondtam a polgármester asszonynak is, hogyha gond van, akkor falugondoki szolgálatot is vállalok, mert hogy egyébként nagyon kedvesek a kaposzekcsőiek, nagyon szeretettel fogadtak bennünket, nem hiszem, hogy csak a műsor kedvéért, hanem egyébként is. Bár ti itt laktok, ti ezt meg tudjátok erősíteni szerintem. No, hát akkor milyen feladatot bíznál rám, Tibor? Hát szerintem a zöldséget egyszer daraboljuk össze. Igen. Aztán melegíthetjük a zsiradékot. Így van, hát akkor álljunk is neki.
Kedves nézőink, folytatjuk a főzést, méghozzá a köretünk elkészítésével, ugyanis a munka dandárjával már nagyjából meg vagyunk, vagy legalábbis ezzel nyugtatjuk magunkat, nem Tibor? Hát alakulóban van, úgyhogy... Há, igen, egyébként ez most itt elpötyöghet magának, le ugye? Le is veszük takarékra, ne folyjon. Így van, meg spórolunk a gázzal. Igen. Na, Tibor, hogy kell neki látnunk a szalvéta gombócunknak, ugye? Igen, hát hasonló a gombóchoz, zsemle, vagy zsemle gombóchoz, igen. Annyiba különbözik, hogy ezt majd fel fogjuk tekerni egy fóliába, és abból lesz megfőzve gyöngyös vízbe. Tehát tulajdonképpen akkor ez az alapja egy... ugyanaz, igen. Igen. Egy kis hagymát pirítunk, igen. Szalonnát. Szalonna. És ugyanúgy forró tejjel le fogjuk forrázni, petrezselyem zöld, igen. Tényleg nagyon elvileg az is helyi. Hát ez látszik. Tojás, és ebből összeáll egy massza, és azt fogjuk feltekerni a folpakba, alufóliába. Egy kicsit megszilárdítjuk a helyi gluténmentes liszttel fogjuk nagyon jó. Összeállítani egy kicsit. Oké, rendben van. És akkor Tibi bátyámnak adunk feladatot? Mert hogy egyébként, ő is szerénykedik, de azért itt nemzetközi elismerésben is részesült Tibi bátyám már. Hol is volt ez? Szlovákiában. És mi volt ez a rendezvény, ahol főztél? Szintén egy ilyen gasztró, fesztivál jellegű, ahol őrizték az indulókat. Igen? A főzőfeleket. És mivel készült? És én indultam egy patalos körömmel. Óha, hát egy ilyen lightos. Há, igen. Ilyen kalóriaszegény. És akkor mellé meg egy cigány pecsügyével. Ha nem lenne elég, még a bevitt zsírmennyiség meg a kalória. És mi is milyen helyezést értél el ott? Hát ez is kalóriás lettem, de hát ez nem ilyen egyszerű volt ez, mert na. Fogalmam nem volt róla, hogy miért megyünk, hova megyünk. Igazából ez úgy történt, hogy a főnök azt szólt nekem, hogy lenne kedvem elmenni Szlovákiába ilyen és ilyen helyre. És mivel nyár volt, meg szeretek motorozni, és akkor már tudtam, hogy miért lenne, elmegyek motorozni. Ők mennek kocsival, én meg motorról, és nagyon szívesen mentem. Igen. És akkor közben meg szó volt róla, hében, hóban, nap, mit tudom én, hátente egyszer, hogy ja, mit fogsz főzni meg? Hát mondom, most gondolkodok rajta, de hát valószínű egy ilyennál, de meg kell nyerni. Hát mondom, elég megnyerni, kész. Hát nem nyertük meg, de viszont elhoztuk az eliskal alatt. Hát most... Szerintem azzal se kell pironkodni, hogy valaki egy felvidéki versenyen is ezüstkanalat díjazást ér el, úgyhogy na ezzel a lelkesedéssel meg elánnal szerintem akkor vágjunk is neki itt a szalvéta gombócunk elkészítésének, mert nehogy kifussunk az időből, ameddig a marhahúsunk megfő. A kedves nézőket is arra biztatom, hogy tartsanak velünk, és nézzék meg, hogy készül a szalvéta gombóc. Történt egy helycserés támadás, aminek az az oka, hogy... Elkészítjük a szalvéta gombócot. Legyen úgy, Tibor. Egyszer kiadagoljuk, és jószorosan feltekerjük. Na, jó. Na. Figyeljetek, csináljátok nyugodtan. Én várom az etalont, jó, amit úgysem tudok követni, de megpróbálom. Te egyébként szívesebben készítesz ehhez az ételhez szalvéta gombócot, mint a hagyományos zsemle gombócot? Vagy hát a gombócos formában? Hát ez egy kicsit jobban néz ki. Ízben majdnem ugyanaz, úgyhogy... Ez egy kicsit tálalásnál jobb. És hogyha meg fog történni a feltekerés, nálatok több, nálam kevesebb sikerrel, akkor hát, utána nyilván forróvízbe vagy lobogó hát, vízbe? Hát nem, gyöngyöző. Ja, ezt igen. A szót kerestem. Igen, kicsit megigazítjuk. Jó, kifőzzük. Még mehet hozzá, hogyha. Jó az állaga egyébként. Most úgy csinálok, mint ha értenék hozzá. Hát, jó. És itt talán jól szorosan, mondjuk egy kicsit a... És innen lentről indítom. Igen, alulról. Innen támadunk. Majd utána még tömörítjük, ahogy feltekerjük. Hát itt nálam jelentem, itt nagy tömörítésre van szükség. Na és Tibor, egyébként azt mondtad, hogy itt ezzel még lesz dolgunk, tehát hogy megkötte az alapanyag, akkor igen, ezt hát utána hogy fogjuk még hőkezelni? Kicsit kell várni vele, hogy kihűljön. Igen.
és utána egy kis vajon még lepirítjuk felkarikázva. Az igen, nem semmi. Úgy szerintem az jó is lesz. Jó, hát nézzétek, én azt mondom, hogy egész jól tömörítünk. Igen. Szerintem így még senki nem tömörít. Azt hiszem. Szétfolyni nem fog, és akkor mehet az alufóliába. Az biztos. De Tibi bácsi is elkészült, neked is adok egyet. Jó, hát ez egy ilyen csökkentett verziós. Jó, hát az majd a stábé lesz. Így van. Látod? Na, végre aki tudja helyén értékelni itt a dolgokat. Tibor. Vagy postoló. Vagy postoló. Így van. No, akkor az első etappal megvagyunk. Kedves nézőink, egy szusszanásnyi szünet következik. Pontosabban tekintsék meg, hogy hol is készül a mai ételünk. Petra, a konyhát már ismerjük, viszont szeretnénk megismerni magát a létesítményt, ahol ma itt főzhetünk, és köszönjük nektek a lehetőséget. Mit kell tudnunk a vendégházatokról? A vendégházunknak a neve először is Kokaspajta névre hallgat. 2014-ben került az épület a tulajdonunkba, és 7 éve folynak itt a felújítási munkák. Édesapámnak az ötletei valósultak itt meg, és ő szokta felügyelni itt a munkálatokat is. Nagyon szép lett egyébként, tényleg nagyon ízléses, esztétikus, és egy picit így a vidéki hangulatot is visszaadja mindazok számára, akik itt szállásolnak, vagy igen, akik ide érkeznek. Igen, hát ezt próbáltuk úgy berendezni is, hogy a falusi hangulatot adja vissza, hogyha ide jönnek a vendégek. Szerintem ez abszolút sikerült, és összességében vagy egyszerre hány vendéget tudtok elszállni? Egy 30-40 főre vagyunk képesek, pótágyakkal együtt, és egy ilyen 80-100 fős rendezvényt is tudunk itt szervezni. Volt is lebonyolítani. Igen, voltak lakodalmak, lánybúcsú, legénybúcsú, meg táborok. Meg táborok. Igen. Nagyon jól hangzik. Mivel lennétek elégedettek a jövőt illetően? Hát azzal, hogyha minél többen megismernék ezt a helyet, és teltház lenne. Ebben szerintem nem lesz csalatkozás és hiba, mert hogy tényleg aki ellátogat ide hozzátok, szemedgyönyörködtető, és abszolút szép ez a millió, ami itt fogadja a vendégeket. Sok sikert kívánunk nektek! Tisztelettel köszöntelek itt Kaposszekcsőn, ha bár nem tudom, miért én köszöntelek, mert te is ugyanolyan itthon van, vagy legalább még itthonabb. De hát ugye nekem a szívem csücske is ez a néhány település itt Dombóvár környékén, hiszen én dombóvári vagyok. Hát nagyon sokat fejlődött Kaposszekcső az elmúlt időszakban, és úgy tudom, hogy megint nagyon sok olyan tervetek van, amit meg szeretnétek valósítani a következő topos ciklusban. Így van. Örülünk, hogy itt vagytok, az egész stáb és te is, hogy el tudtál jönni. Tudjuk, hogy szereted a környéket, és ugye egy kicsit tényleg hazádnak is tekinted ezt az egészet. Ezért is jó az, hogyha látod, hogy hogy fejlődik. Kaposszekcsön mindig ugye egy potenciális terület volt, mind gazdaságilag, mind turisztikailag, minden téren. Most is igyekszünk ezt a
jó dolgot továbbvinni. Ugye ipari parkunktól kezdve mindenünk van, hála jó Istennek, amit ugye elődeink azért megteremtettek. Gyakorlatilag sok tervünk van. Ugye köszönjük szépen a támogatásotokat is, az eddigieket is. Ugye hát azért sok minden nem valósulhatott volna meg a ti támogatásotok nélkül. Ugye volt topos pályázatunk, Magyar Falukból azért jócskán nyertünk, hála Istennek, és így azért tudjuk szépíteni a falut. Vannak saját erős beruházásaink is, igyekszünk abba is, de hát nyilvánvaló, hogy ezután is a támogatásotokra számítunk, és bízunk benne, hogy megyünk tovább. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek az alapnak, ami itt megvan már, ennek ugye mindig a gyerekek a jövő generációja az, aki tovább tudja ezt majd nekünk vinni, mindenkinek a gyerekek az alapja. Ezért most ugye BMS pályázatban benn van a bölcsödénknek a bölcsödefejlesztés. Reméljük, hogy sikeres lesz. Ez lenne most a következő nagy lépésünk, hogy ezt sikerüljön megvalósítani. Ugye már az óvodánk új, hát 9 éves, 10 éves lassan. Most jó lenne, hogyha hozzá tudnánk építeni egy bölcsödét. Illetve itt a pont, ahol most vagyunk ezen a helyszínen, ezzel szemben van egy lepusztult iskola rész, és hát most nem titkolt célunk a Klikkel együtt, hogy ezt majd topból reméljük, hogy sikerül újjávarázsolni, hogy tényleg itt a szaporodó gyereklétszámnak ezzel is eleget tegyünk. Igen, ezt örömmel halljuk, hogy minden, nem teljesen minden, de a települések zömében a gyereklétszám szép lassan elkezdett növekedni. Hála Isten, ugye ez a családpolitika, amit a kormányzatunk most már évek óta, lassan évtizedek óta folytat, ez hatékony és működik, hiszen nagyon fontos, hogy Magyarország népesedés csökkentését megállítsuk, és az ilyen települések, amelyek tele vannak vitalitással és elképzelésekkel, legyen milyen emberanyaguk, akik ezt meg fogják majd valósítani. Én nagyon szurkolok Szekcsőnek és ennek az egész térségnek, mint ahogy a megyének, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek gördülékenyen eljussanak a cél irány. Mi is erre számítunk, és ezért próbáljuk itt ugye mindenféle lehetőséget megadni fiataloknak, vállalkozóknak. Emellett ugye hála Isten, hogy ugye vannak civil szervezeteink, akik szintén most jól élvezik a kormányzati támogatásokat. Vannak, sajnos most nem tudtak itt lenni, de fúvós egyesületünk is van, akik most zenével nem tudtak köszönteni bennünket, de ők is számos kormányzati támogatást kaptak most az elmúlt időszakban. Nagyon büszkék is voltunk rájuk, hogy meg tudták lépni ezt, és ők is sikeresek voltak. Illetve reméljük, hogy a többi civiljeink is majd sikeresen pályáznak az elkövetkező időszakban civiles pályázatokra és egyebekre, illetve hát a vállalkozásaink azok pedig hát folyamatosan pályáznak. Ugye Kaposszekcsőn azért számos vállalkozó van, több száz is van, pont amiatt, hogy ugye mondtam már, hogy ipari parkunk is van és egyebek, tehát gyakorlatilag sikeresek is a vállalkozásaink, azt mondhatom, és párat itt a Kasztró megyének a műsorába, akik élelmiszeriparral foglalkoznak, be is lehetett mutatni. Igen, hát éppen a most beszélgetésünk előtt ittunk egy kávét, hát fantasztikus, finom volt, és ugye ez is kiderült, hogy itt készül, meg itt főzik, meg itt csomagolják, úgyhogy ez is egy adalék a továbblépés történetében. És ebbe az is fontos, hogy akik a címkét rakják erre a kávéra, az egy a Kerekes Szabadság Alapítvány, ott sérült fiatalok rakják rá, akik gyakorlatilag más munkafolyamatra nem képesek, de így szerves részei lehetnek a társadalomnak, és érzékenyítés tekintetében pedig olyan szinten is, hogy számunkra is utat mutatnak, hogy mi az elfogadásnak az iránya. Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hiszen mindenhol található sérült ember, mindenhol található olyan család, olyan közösség, amelyik segítségre szorul. A megye is egyébként próbál ezeken segíteni. Forrásaink azért végesek ebben a történetben, de éppen beszélgettünk az egyik irányítójával ennek a szervezetnek, hogy szeretnénk őket támogatni egy kis anyagi lehetőséggel, hát ha beljebb lesznek egy-két probléma megoldásában.
Kedves nézőink, műsorunk végéhez értünk, elkészültek az ételeink, azért használom a többes számot, hiszen a vadasunk mellé, amit szalvéta gombóccal kínáltunk, a helyi asszonyok jóvoltából felvidéki, illetve sváb édességet is kóstolhatunk. Tiborok, nagyon szépen köszönöm az útmutatást, meg a segítő közreműködést. Tétek az érdem egyébként, mert hogy ti végeztétek a munka dandárját, de mi is gyarapodtunk és gazdagodtunk recepttel, mint ahogy Tolna megye receptes könyve is. Köszönjük szépen a szívélyes vendéglátást a kaposszekcsőieknek. Még mielőtt nekiálltunk volna főzni, már megkaptam ezt a kötényt, de bízom benne, hogy rászolgáltunk erre a szívélyes fogadtatásra. Polgármester asszonynak és csapatának tényleg hálásak vagyunk, és önöknek is, hogy ismételten velünk tartottak. Ne feledjék, tudják, két hetente a Gasztromegye Facebook oldalon, a YouTube csatornánkon és az Instagram oldalon követhetik figyelemmel Tolna megyei ízutazását, a Tolna megyei önkormányzat és a Civil Legátus Egyesület jóvoltából. Minden jót, viszontlátásra! A műsor támogatója a Tar Kft.